Tehát ez a képzés tulajdonképpen hátrányos helyzetű kistérségek részére kiírt pályázat, és hát sikerült elérnünk azt, hogy csak iarosiakból, 15 fő iarosi emberből helyileg lesikerült hozni ide a képzést, ott van folyamat a településen, tehát nem kell beutazni máshová az embereknek, mert itt helyben a kultúráznak a nagy termében ment az elméleti oktatás, egy helyi agrármérnök oktatta az elméleti részt, illetve egy helyi aranyparászos gazda pedig a gyakorlati részét, és hát mondom, 15 fő van, vegyes az összetétel, férfiak, nők, vannak romák, nagy létszámban benne, tehát arra törekszünk, hogy minél többen mennek a kerti munkával kapcsolatos dolgokat elsajátításra, tehát hogy át tudják sajátítani ezeket a dolgokat. Hány órás a tanfolyam?